Minden találkozás köszönéssel kezdődik, és azzal is fejeződik be, emberi szinten is. És úgy tűnik, hogy Isten is ismeri az emberi illedelmet, az illemet, az illendőséget, és Isten is udvarias. Amikor elküldi Máriához Gábriel arkangyalt, ő köszön. Üdvözlégy, Mária! Amikor Jézus találkozik húsvét vasárnap este, zárt ajtókon keresztül a félő tanítványoknak, üdvözli őket, köszön, shalom, békesség nektek. Isten, amikor létrehívta az embert, köszöntötte a paradicsomba, és azt mondta, hogy sokasodj, hajtsd uralmad alá a világot, szaporodj. Az üdvözlés, a köszönés, a jó kívánság valahol egy összeér. Mi is üdvözöljük a Mestert, aki elrejtezetten jelen van az Eukarisztiában. Ki nem csak itt lakik a templomban, a tabernákulumban, hanem szállást vett szívünk zugában. Mi magunk is köszöntjük a Mestert, hogy üdvözlégy. Üdvözlégy, dicsőséges Szent Háromság, egy Isten, három személy. Szeretnénk kifejezni előtted hódolatunkat. Elhoztuk szívünket, lelkünket, hálánkat, imáinkat, kérést és jó szándékot, jó feltételt, fogadalmat. Eléd hoztuk hiányosságainkat, bűneinket, sebzettségünket, gyarlóságunkat. Eléd hoztuk önmagunkat. Minden esendőséggel, jóra vágyó képességgel, földön túli vágyjal eléd hoztuk önmagunkat, és az a kérésünk, járd át ma azt a te kegyelmeddel, a békéddel, erőddel, hatalmaddal. Üdvözlégy, király, kitrónozz a lelkeken. Légy áldott, Uram Isten, mindenkor, minden percben.
Holy Spirit. Feel fresh on us. Come, Holy Spirit, and transform us. Come, Holy Spirit, transform our mind. Come, Holy Spirit, transform our identity, personality. Come, Holy Spirit, and help us to follow you, your advices. Help us to follow the Son of God, his teaching. Come, Holy Spirit, and give us the trust, the patience. Come, Holy Spirit, and give us strength. Come, Holy Spirit, and transform us according to your wishes. Right now and in the eternity. Help us, O Holy Spirit, to enter in the kingdom of God, to enter to realize his wishes about us. Come, Holy Spirit, and help us.
Grazie Gesù. Noi ti glorifichiamo, noi ti benediciamo, noi ti rendiamo grazie. Grazie Signore Gesù. Grazie per la tua redenzione. Grazie l'unione con te. Grazie perché tu ci hai dato la potestà di pregarti, di lodarti, di dare la redenzione per te. Così giusto. Nei cieli e sulla terra, di benedirti sempre, oh Signore. Adonchi simádom téged, Urunk. Köszönjük a megváltást, titkát. Köszönjük, hogy a szívünkbe jöttél, és közel laksz hozzánk. Adonchi simádom, hogy magasztalhatom téged. Légy áldott mindenkor bennünk, és velünk élő Isten.
Nekünk békét, Urunk. Add a tőled jövő békét. Add a szív békességét, a megbékéltség kegyelmét. Megbékéltséget helyzetekkel, állapotokkal, személyekkel. És taníts meg minket arra, meglátni, mi a helyes, mi a jó, mi a te akaratod, Uram. Mi a magasság, mi a mélység? Segíts minket, Urunk, hogy hozzád hasonlókká váljunk. Légy áldott, Urunk. Thank you.
Maria, hilf uns, zu deinem Sohn treu zu bleiben. Hilf uns, O Maria, du bist unsere Fürbitterin. Hilf uns, deinen Sohn nahe nachfolgen zu können, nachfolgen zu wollen. Maria, du warst und bist immer treu. Nie hast du verzweifelt. Dein Glauben ist ein Wunder. Gib uns den Anteil an deinem Glauben. Gib uns Anteil Gib uns all die Gnade, die alle Zeit, zu Beginn der aller Zeiten reserviert worden sind, jetzt uns mitzuteilen zu wollen, jetzt uns geben zu wollen. Maria, Fürbitterin der Gnade, Fürbitterin der Priester, hilf uns zu mitteilen. Hilf uns, dem Heiligen Geist nachzufolgen, seine Gebote treu zu erfüllen, seine Initiative uns zu gehorchen. Danke, Maria. Merci beaucoup. Grazie, Signore Gesù. Grazie.
Nem szeretettel mész végig a kereszt uton, Uram. Az emberiség nincs megváltva. Csak áldozat nem elég. Kell hozzá a szeretet is. Tőled megszokott túlcsoltuló mértékkel. Csak a feladatot teljesíten nem elég. Ha azt kényszeredetten tesszük, semmi öröm benne, akkor nincs értéke. Csak szenvedni nem elég. Fel is kell tudni ajánlani azt. Csak Jézussal lenni nem elég. Tekintsünk arra, akik keresztül szúrtak. Köszönjük, Urunk, hogy minden áldozatot és minden ajándékot köszönöd első és legfontosabb, a szeretés. Te szeretsz minket, és mi szerethetünk, hogy adtál szeretet képességet nekünk, hogy mindegyikünkben van éppen elég ok arra, hogy szeressük. Áldunk ezért téged, Urunk, Istenünk. Kérjük, növeld a szeretetünket egymás felé, növeld a beléd vetett hitünket, hogy nőjön a remény, és adj választ neked föltett kérdéseinkre, adj választ könyörgéseinkre, vágyainkra, elvárásainkra, kéréseinkre. Légy áldott, Uram, Istenünk.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom, mint örökké. Üdvözlégy légy, Máriam, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, szűz Máriam, Istennek szent anyjam, imádkozzál életünk bűnösekért, most és a halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyjam, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szomszólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Köszönjük kedves mindjártoknak!